Az igazi magyar böllér így is a pálinka. A régi alföldi disznótoros hagyomány szerint a perzsel disznó körméből itták a pálinkát a böllérek abátszalókon, a Tiszator Böllér Fesztiválon. Az ismert disznótoros ételek mellett erdélyi különlegességek is a tányérra kerültek. Készítünk abátvért, hagymásvért, ami nálunk is Erdélyben is hagyomány, töltött káposztát és eszes levest, amit Magyarországon nem igazán ismernek Erdélyben, hát ez kórhely levesnek mondjuk, káposztával savanyított leves. A hagyományőrzés mellett a fesztivál a turisztikai igényeket is kielégíti a térségben. 4 évszakossá szeretnénk bővíteni a Tiszatónál a turisztikai értékeket, úgyhogy most böllérfesztiválozunk, nyáron jönnek a különböző kulturális rendezvények, óriási fejlesztésekben vagyunk, zajlik a part korszerűsítése, új csúszda, új büfék, új elemek. A Tiszató és térsége kiemelt turisztikai régió. A fejlesztéseknek köszönhetően az országos átlagot meghaladva nő az ideérkezők száma. 20%-kal nőtt a vendégészakák száma, 35 ezeret meghaladta a déli részen a kerékpáros turisták száma, és az évről évre növekedni fog. Idén decemberben elkészül az utolsó szakasza annak a körgyűrűnek, a kerékpáros körgyűrűnek, ami egyedülálló Magyarországon. A Böllér Fesztiválra idén is sok kerékpáros turista érkezett. A legnagyobb sikere az egyben megsütött 250 méteres kolbásznak volt.